20 éves az Eszma Nyíregyházán. Ebből az alkalomból sajtónyilvános ünnepséget rendeztek a Német Tulajdonú Társaság központjában. A nyíregyházi telephelyet 1997-ben alapította a német tulajdonos, a társaság kezdetben bérgyártással készített az autóipar számára kezelőelemeket, automata és manuális váltógombokat, kézifék markolatokat, kézifék és váltómanzsettákat. 7 autógyártónak közvetlenül szállítja a termékeit. Az Eszma saját nyíregyházi gyára 2011-ben kezdte meg a termelést, jelenleg 900 embernek adnak munkát. A társaság ügyvezetője az eseményen arról beszélt, a vállalat az Eszma cégcsoporton belül a legkiforrottabb termelési rendszerrel és a legjobb eredménnyel rendelkezik, illetve cégen belül itt a legjobbak a munkakörülmények. Hozzátette, a nyíregyházi gyár hamarosan egy új gyártócsarnokkal bővül. Vásároltunk tavaly év folyamán egy telket, ami a jelenlegi telephelyünk hasonló nagyságú, egy kicsit még nagyobb is, tehát egy ugyanilyen csarnokot akár oda fel tudunk építeni, ami 16 ezer négyzetméter. Első körben persze nem ebbe a 16 ezerbe gondolkozunk, hanem mondjuk ennek az egyharmadában, vagy valami ilyesmi mértékben, és jövőre, vagy az azt követő évben el is kezdjük ezt a beruházást. A fejlesztés nagyjából 6-6,5 millió euróba kerül majd, ennek révén pedig 200-al több embernek fog majd munkát adni az Eszman. Az ünnepségen Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a gyár 2 évtizedet tölt be fontos szerepet nyíregyházi életében. Hál' Istennek nem magában, több más cég mellett működik egy olyan cég, amely világszínvonalon termel. Elmúlt években folyamatosan fejleszt, fejlődik, új munkahelyeket hoz létre, és emellett a város közösség életében is aktívan részt vesz, az oktatástól a kulturális sportprogramok támogatásáig, ami azt gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy a város és a nyíregyháziak elismerését vívja ki, és nagyon örülök, hogy itthon érzik magukat, az Eszma, ahogy az elhangzott, tehát ők a nyíregyházi nagy családnak, nagy közösségnek is aktív részei. Az Eszma csoportnak a világ 3 kontinensén 13 működő gyára van. A tavalyi évben a koncern 493 millió euró forgalmat bonyolított, az alkalmazottak száma pedig elérte az 5000 főt.